Ez a videó azt mutatja be, hogy a sötét, a világos és a fény visszaverő ruházattal éjszaka korlátozott látási viszonyok között milyen távolságból észlelhető az út mellett közlekedő gyalogos a gépjárműből. A Magyar Közút közösségi média felületén megosztott animáció jól szemlélteti, hogy a láthatósági mellényt viselőket jóval távolabbról lehet észlelni, akár 300 méterről is. Ezt erősítette meg Pécsi Norbert kommunikációs osztályvezető. Az elmúlt néhány évben évente átlagosan mint egy 40 fő veszítette életét gyalogos gázolások következtében, kizárólag külterületi kivilágítatlan útszakaszokon, tehát az azt jelenti, hogy megyénként átlagosan 2 fő halt meg ilyen típusú közlekedési balesetben az elmúlt években. Hozzátette, Heves vármegyében is kiugróan magasak az adatok. Az elmúlt 3 évben 46 lakott területi és 11 külterületi személysérüléses baleset történt. Nagy részük a téli hónapokban volt, amikor rövidebbek a nappalok. Erdélyi Róbert alezredes is azt ajánlja a közlekedőknek, hogy használják a láthatósági mellényt. A jogszabály úgy szól, hogy éjszaka vagy korlátozott látási viszonyok között lakotheten kívüli út, úttestjén, útpatkáján, leállósáván gyalogos csak és kizárólag úgy tartózkodhat, közlekedhet, amennyiben láthatóságot biztosító mellényt vagy ruházatot visel. A titkár hozzátette, ez a szabály vonatkozik a kerékpárosokra és a motorosokra egyaránt, valamint ajánlatos a gépjárművezetőknél is ilyen ruházatot tartani egy esetleges meghibásodás esetén. Lakott területen belül ugyan nem kötelező a fény visszaverő ruházat viselése, de biztonságunk érdekében ajánlatos a szakemberek szerint. A statisztikai számok is ezt bizonyítják.